A katonaság sokakat foglalkoztat. A gyermekek fejében gyakran megfogalmazódik az a gondolat, hogyha felnőnek, harcosok lesznek, és megküzdenek az ellenséggel. Azt, hogy ez a foglalkozás miből áll, bárki megtudhatta május 17-én a Művelődési Ház mögötti parkolóban, ahol katonai bemutató mellett több helyszínen foghattak kézbe, próbálhattak ki különböző fegyvereket. 3, 2, 1, a kötelező katonai szolgálatot felváltotta az önkéntesség. Ennek következményeképp a katonáskodás önként vállalható hivatássá alakult, amely a munkaerőpiacon is jelentős tényező. Május 17-én megismerhetik a katonák által használt eszközöket, feladatokat és azok mindennapjait. Tájékoztatták az érdeklődőket a vállalható munkalehetőségekről, a bejutás feltételeiről, a szolgálatért kapott juttatásokról. A mai nap célja, mint a más járás központokban is, ugyanazon célért mentünk ki, hogy a társadalomhoz egy kicsit közelebb tudjuk hozni a honvédséget, a katonák mindennapjait, az életét be tudjuk mutatni, illetve be tudjuk mutatni azokat az eszközöket, amivel minden nap dolgozik egy katona, közvetlen élményeket, tapasztalatokat tudjunk megosztani az érdeklődőkkel, azokkal, akik esetleg abban gondolkodnak, hogy szeretnének a Magyar Honvédség kötelékében dolgozni. Ebben segítenek a itteni munkatársaink, ugye a felderítő zászlóhajtól, a lövészzászlóhajtól és más egyéb zászlóhajtól, illetve szerettük volna mindenféleképpen civil szervezeteket is megjelenteni ezen a stanokon, hiszen nélkülük mi Magyar Honvédség se léteztünk, mint ilyen például a Vörös Kereszt, akik ilyen egészségügyi szűréssel készültek a mai nap az érdeklődéssel, illetve a hagyományőrzés ugye nagyon fontos része a katonai életnek, és itt az egyik hagyományőrző egyesületünk is meg tudott jelenteni. Sokakat érdekel ez a terület. Az érdeklődés az nagyon nagy, természetesen nem ugyanakkor a jelentkezés is. Én Hajdú-Bihar megyét tudom elmondani, mivel én Hajdú-Bihar megye toborzója vagyok. Hajdú-Bihar megyében mind az érdeklődés, mind a jelentkezés azért elég jelentős szám, hogyha ezt számszerűsítek, akkor több száz embert tudunk bevinni egy évben. Ez azt jelenti, hogy ennyi embernek tudunk munkát biztosítani. Ettől sokkal nagyobb ugye az érdeklődés, de sajnos az alkalmassági vizsgálaton nem mindenki tud ezen megfelelni. A Mennyitón a Debreceni Helyőrség zenekar adta elő műsorát. Hallgatva a zenészeket, végig sétáltam a standok előtt. Mindegyik előtt álltak érdeklődők, sokan vették kézbe a fegyvereket. Tanulták a sok-sok információt, és tapasztalták, hogyan kell azokat kézbe venni. A katonák nagyon segítőkészen elmagyarázták, így igazi élményt jelentett testközelből megismerni ezeket a fegyvereket. Többet fekvő helyzetből is szemügyre lehetett venni. Jobb kezelet felteszed ide, vagy a bal kezelet felteszed ide, ez a stabil fogása, és ilyenkor, ha be van fog rendesen változni, nem itt hagyod a fegyver. Fegyverek sokasága került velem szembe tehát, melyekről személy szerint azt éreztem, jobb inkább biztos távolságban maradni tőlük, de nem sikerült. Tapasztalatból mondhatom, a gumilövedékes fegyver használata nehéznek tűnhet, ám könnyű belejönni. A célpont eltalálása pedig igazi sikerélmény. Láttuk, hogy te is lőttél. Milyen volt? Nagyon jó volt. Nehéz? Hát nem volt annyira nehéz. Mire kell figyelni? Ahhoz, hogy célozni kell jól, és ha jól célozol, akkor eltalálod a céltáblát. És neked sikerült? Igen. És mi van a kezedben? Megvan még? A lövedék? Hogy néz ki a lövedék? Láttad? Ilyen fehér golyó. És nagyon élvezted? Igen. Kicsit kipihenve a lövészetem fáradalmait egy következő standhoz mentem. Láthatók, kardok is, sisakok is, vértek is. Mik ezek pontosan? A Debreceni Történelmi Korok Hagyományozó Egyesületnek lehet látni most itt a felszerelés és fegyver standját. A 15. század vége Mátyás király uralkodásának idejéből származó fegyverek és lemezvértezeteknek a rekonstrukcióit láthatjuk. Különböző sisakokat, páncélkesztyüket, válvasakat, mellvérteket, illetve a fegyverek terén pedig egy- és kétkezes kardokat, elöltöltős fekete lőporos puskákat, illetve egyéb egykezes fegyvereket, mint az egykezes csatabárd, vagy az egykezes buzogány, ezekkel készültünk, most ezekkel jöttünk.
Egy-egy ilyen öltözetnek a súlya körülbelül mekkora? 45-50 kiló egy teljes vértezetnek a súlya az emberen. Ezt kell viselni egész nap, harcolnia kell tudnia benne. Ugye akkoriban is tudnia kellett menetelni egy katonának 10-12 kilométert egy nap, és utána még akár harcot is kellett kezdeményeznie egy ilyen vértezetben. És mennyire nehéz benne mozogni? Csak megszokás kérdése. Tehát az első 1-2 hónap, amit eltölt az ember már a teljes vértezetében, az nagyon nehéz, de utána megszokja, és ha hozzászokott, akkor már utána egy megismert dologgal kell szembeállnia. Onnantól kezdve ez hát egy teljesen normális kihívás, egy teljesen normális nehézséget jelent. A megfelelő tájékozódás elengedhetetlen a katonaságnál, és persze a gyorsaság. A tájékozódási futás ezen képességeket igényli, illetve fejleszti. Sokan biztosan hallottak már erről a sportágról, de vannak olyanok, akiknek ismeretlen ez a terület. A tájékozódási mátrixpálya az alapokat ismertette meg az érdeklődőkkel. Ugye a tájékozódási futásról tudni kell annyit, hogy igazából kell egy terület, ahol tájékozódási pontok vannak, erről van készítve egy térkép, amit a kezemben látható, és ugye ezen térkép alapján kell a feladatot végrehajtani. Időre megy? Ez most per pillanat nem időre megy, de lehet időre is csinálni. Ez arra megy, hogy a levő feladatot, a kijelölt feladatot hibátlanul teljesítsék, akik ki akarják próbálni. Mennyien vannak most Magyarországon jelenleg, akik a tájfutással foglalkoznak? Hát országos szinten körülbelül olyan 2000-2500 sportoló van, igazolt versenyengedéllyel rendelkező sporták, de ettől többen csinálják, mert csak itt Hajdú-Bihar mezei viszonylatban is tudom mondani, hogy a versenyeken megjelenő versenyzőknek egy olyan 20%-a azok a nem igazolt és nyílt kategóriában induló versenyzők, tehát ez több. A Honvéd Tánc Együttes adott műsort a katonai bemutató előtt, majd ropogtak a fegyverek, és aki ott volt, egy valóságos közelharcban érezhette magát. Látványos, ugyanakkor ijesztő szituáció, mert az ember ráeszmél arra, hogy valójában ezek a katonák milyen veszélyekkel találkoznak nap mint nap munkájuk során. A katonasághoz 18 éven felüli büntetlen előéletű személyek jelentkezhetnek, akiknek minimum 8 általános végzettségük van.